A kölcsönkapott levegő projekt keretében 10 iskolába látogatnak el a mérőműszereket tartalmazó járművel, mely most Pápán a Munkácsi iskola előtt parkol. Úgy tudnám mondani legegyszerűbben, hogy a hazai és az európai jogszabályokban meghatározott légszennyező komponenseknek a mérését végezzük ezzel a busszal. Ma reggel a munkácsis diákok bepillanthattak a járműbe. Itt én az autót szeretném bemutatni, és az én feladatom ez, hogy a mérést elvégezzük, és egy kis betekintést adjunk a gyerkőcöknek arról, hogy hogyan történik a légszennyezettség mérése. A mobil légszennyezettségmérő laboratóriumban a mérő és elemző műszerek folyamatosan szolgáltatják az adatokat. Azt már az első órák adatai is mutatták, hogy nagyon magas a levegőben a köznyelvben szállóporként ismert komponens koncentrációja. Az aerosol, tehát ez a hétköznapi nyelven szállópornak nevezett komponens, ami ugye nem igaz, mert se nem szál, se nem por, de sajnos egy ilyen így ragadt meg a köztudatban, ebből azért elég magas most ilyen pillanatban a koncentráció. Ennek elsődleges oka a lakossági szilárd tüzelés, tehát körültekintően kell megválasztani a tüzelőanyagot. Alapvető, hogy nem szabad hulladékot égetni a kályhákban, mert azt aztán egészségünk bánja. A mobil laboratórium adatai a neten is elérhetőek. Tehát, ha valaki ellátogat a légszennyezettség.met.hu-ra, és a térképen kiválasztja, megkeresi Pápát, akkor ott most látható egy kis pötty, amire ha ráklikkel, akkor éppen aktuális mértékeket láthatja. A mérés ma kezdődött, egy hétig lesz Pápán a jármű.